Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Komáromi Zoltán, az Együtt szakpolitikusa, egészségügyi szakpolitikusa. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Köszönöm, hogy eljött hozzánk, és akkor nézzük, hogy hol is tartunk ma. A Luak, a zsinagógai naptár szerint 5777 Sziván hó első napját írjuk. Mindenkinek boldog új hónapot, új holdat kívánunk. És ma ránk fog köszönni a Sabesz, tehát meggyűjtjük a szombatesti gyertyákat. Annak időpontja 8 óra 9 perc, és Mocej Sabát, az ünnep kimenetele 21 óra 28 perckor van. A zsinagógákban ma, illetve holnap Sabeszkor Parashat Hamidbar, azaz a Midbar heti szakaszt fogják olvasni, és akkor a Gergely naptár szerint viszont 2017. május 26-a péntek van. Üdvözlünk minden Fülöp és Evelin nevű nézőnket. Az euró középárfolyama 307.32, míg a svájci frank középára 281.76. És aki nem figyelt oda időjárás jelentésünkre, 13 Celsius és 24 Celsius fok között lesz a mai hőmérséklet. Öltözenek rétegesen, és 24 Celsiusnál már oda is kéne figyeljenek a folyadék háztartásra. Ezt gondolom, mondja a doktor úr is. Ez így van, és a 24 fok az már egy olyan napsugárzást is hoz a déli órákból, hogy akár akinek érzékenyebb a bőre, és szabadban tartózkodik, akár egy kicsit a bőrvédelemmel, meg a fejvédelmével is foglalkozhat. Ha valaki egész életében nem figyel oda, akkor időskorára esetleg ezek a erős napsütések mondjuk például a rákos betegséget is okozhatnak, bőrrákra gondolok például? Igazából nem a napsütés volt az a tényező, amitől megugrottak a bőrrákok, hanem a szoláriumok és a rossz minőségű szoláriumok, ahol tulajdonképpen egy téli időszakban egy normálisnak mondott D-vitamin utánpótlás forrásból egy veszélyes, életveszélyes történet kerekedhet. És a napsütés, hogyha valaki gyerekkorától kezdve hozzászokott, az azt hiszem a bőrbe annyi pigmentációt termel, hogy ez egyrészt védelmet is ad, másrészt pedig nagyon ritka az, hogy valaki egyik évről a másikra kerüljön mondjuk a sarkvidékről a egyenlítő környékére, hogy ekkora váltás történjen az életében, és erre mondjuk nem készül fel, mert mondjuk ez lenne inkább a ritkaság. Doktor úr, a szolárium már létezett a szocializmus kezdetén is, csak akkor kvarc lámpának hívták. És hány perces időzítésre volt ez beállítva? Általában 1-2 percre a szemünket védtük, a gondos anyukák, óvónénik, akik használták ezt a kvarc lámpát, az ugye figyeltek arra, hogyha egy pici bőrpír volt, akkor másnap, harmadnap már nem ülhetett egy nevuló a kvarc lámpeli. Tehát ezt is ésszel kell csinálni, mint mindent a világon, és akkor nincs probléma. Hogyha valaki 5 perc alatt, vagy 5 nap alatt akar csokoládébarnára lebarnulni, annak biztos, hogy valamilyen nagyobb kockázata van, mint hogyha esetleg kifekszik a siófoki strandra. A kvarclámpákat a kórházakban is használták. Ott is megfelelő kontroll mellett. És akkor technikából technikába. Ön egy komoly rendelővel rendelkezik, vannak kollégái, munkatársai. Gizi néni eljön, időbe megérkezik, nem vár másfél órát, hogy a házi orvosnál, hogy receptet írjon neki, bekerül maga, megméri a vérnyomását, Gizi néni már az asszisztensnek elmondja, hogy milyen fáj, milyen nem fáj, ezt természetesen megismétli önnek is, hisz ön tulajdonképpen ugye nem pszichológus szakorvos, de ez is része a gyógyításnak, és jönne a nagy pillanat, amikor meggyógyítja a kedves látogatót, a kedves pácienst, megírja neki a receptet. De hát minden orvos látja a titkárnőktől és az újságíróktól, hogy maga már senki nem fog pennát, tehát mindenki a tasztatúrán tornáztatja az ujjait, a klaviatúrán. A klaviatúrája a zongorán. Igen, hát majdnem ugyanolyan, és akkor végül is odaadta a receptet. Na mi lesz most? A fél gyógyulást, mert ezért jött, és lehet, hogy ki se váltja. A lényeg az, hogy megkapta magától az odafigyelést. A receptírás ma is már három részből áll. Egyrészt a terápiás döntésből, a recept, mint
magánokirat kiállítása, kinyomtatásából, legyártásából. Tehát ez lenne a placebo, maga a recept, a félgyógyulás. És ennek a lepecsételéséből és az orvos által történő aláírásából. És amit nem lát a beteg, hogy emögött már most is, nem most, 15 éve lassan, az OEP erről az aktusról, hogy én Gizi néninek fölírtam a nevezzük kalmopirinnek, mert az már nem jelent reklámértéket. Arról az OEP, nincsen kalmopirin? De van, csak nem egy új gyógyszer, aminek a reklámozásában milliókat, milliárdokat fektet egy gyógyszeripar. Tehát amikor én ezt a receptet kinyomtattam, és lezártam a napi tevékenységet, ez eltárolódik egy olyan helyen, amit az OEP már lát. A beteg elviszi a receptet a patikába, mint papírdarabot, ott egy vonalkódolvasóval leolvassák a rajta levő összes egészségügyi és egyéb adatot, tehát hogy ki írta föl, kinek írta föl, mikor írta föl, hányat írt föl, mi az dozírozás egyéb, és ebbe a pillanatban, hogy ő is ezt a tranzakciót lezár, és azt mondja, hogy 12 forint 54 fillér, és beüti az Enter gombot, ez a patikából is elmegy az OEP-hez. Tehát látja az OEP, hogy mit írtak föl neki, mikor írta föl, ki írta föl, mennyit írt föl, és hogy mennyit váltott ki, melyik patikába és mikor. És innentől kezdve tulajdonképpen ezt a papírt fogjuk kiiktatni a rendszerből, véleményem szerint 2-3-4 év alatt, ugyanis a betegek nagy része 8-10 gyógyszert is szed. Lehet, hogy nem állandóan, de hogy egy héten egyszer szed egy ilyen gyógyszert, egy héten kétszer vízhajtót, minden nap szed, nagyon sokféle. A betegeknek körülbelül egy 5-6%-a tudja fejből így bármikor elmondani, hiba nélkül, hogy mit szed. Tehát, ha én ellátom őt... Inkább csak az alakra meg a színekre emlékszem. Igen, de nagyon ritka az, hogy egy-egy gyógyszer, igen, ami mondjuk életfontosságú, de a mellékesekre már nem, mondjuk egy csontritkulás gyógyszer nevére már nem annyira emlékszik. És innentől kezdve, hogyha én elbocsátom őt úgy, hogy itt a 3 havi adagja, és közben csak egy készfogás van mögötte, ő elmegy az ország bármelyik patikába, és azt mondja, hogy itt a tajkártyám, és én kérem szépen a gyógyszereimet. Vagy rosszabb, fekvőbeteg, és elküldi az unokáját a patikába, hogy váltsad ki az egy havi gyógyszereimet. Akkor a gyerek ott fog állni, vagy akár felnőtt is ott fog állni, és azt mondja, hogy ja, hát igen, ő nem tudja, hogy az édesanyja milyen gyógyszereket szedett. Amit egyébként a gyógyszerész föl tud sorolni, mert ugye ő az adatbázisból látja, hogy én fölírtam neki 5-6-10 nappal ezelőtt az egész szortimentet, viszont a patikában nincs az az intimitás, ami az orvosi rendelőben, mert nálam egy időben egy beteg ül ott mellettem, még akkor is, ha csak a nővér méri meg a vérnyomását és adja oda neki a már aláírt recepteket, amit én előtte aláírtam. Meg kell, hogy szakítsam. Olyannyira nincs intimitás, a minap bementem a patikába, hogy kiváltsam a gyógyszereimet. Majd egy nagyon kedves másik páciens a mellette lévő ablakból hangosan átszól, nehogy bevegye az már régi, van egy újabb, ami olcsóbb és jobb. Tehát az emberek akaratlanul is odafigyelnek és beleszólnak. Na most, ha ezt ott fel fogják sorolni, akkor elég kellemetlen beszélgetésekre is sor kerül. Így van, és hát az egész rendszerből hiányzik még 3 dolog. Az egyik az, hogy a beteg tudjon rendelkezni az ő egészségügyi adatainak a titkosságáról, hozzáférhetőségéről, mert eddig nagyjából ez biztosított volt, mert vagy bement az orvoshoz, vagy odaadta a tajkártyáját, vagy nem, vagy sürgősségi ellátás volt, vagy de nem. De itt van egy orvosi titoktartás és patikai titoktartás is, nem? És hogy tudunk egy bármelyik nagyvárosi, vagy akár még rosszabb, egy falusi túlzsúfolt patikába, ahol 14 ember vár arra, hogy kiváltsa a gyógyszerét, és van körülbelül 3-5 méter a távolság, haló távolságon belül, akkor konzultálni kellene a patikusnak vele, hogy akkor ezt a gyógyszert most kiváltja, nem váltja, és lehet, hogy annak a gyógyszernek, pont egy depresszió elleni gyógyszernek, vagy pont egy hormongyógyszernek, vagy pont egy férfi potenciálnövelő gyógyszerről van szó, és akkor az az intimitás hova tűnik, amikor a faluból vagy a városból idegen vagy nem idegen emberekhez hallani fogják. Mi a megoldás? A megoldás egy előkészítés, ugyanis erről az egész rendszerről 5 éve beszélnek, csak éppen nem látszik a technikai kipróbáláson kívül, hogy valami történne. Magyarországon az összes alapellátó helyet, ez 6200 házi orvost jelent, plusz 3800 védőnőt jelent, plusz mondjuk 1500 patikát jelent, plusz
3000 valahány száz fogorvosi rendelőt jelent. El kéne látni olyan számítógépekkel, ami ezt az adatcserét egyrészt nem havonta egyszeri aktussá teszi, mert ugye mi havonta egyszer rendelünk, vagy jelentünk, általában rendelési időn kívül csomagot küldünk. Itt viszont online módon azonnal föl kell, hogy kerüljön a OEP adatbázisra. Van minden ilyen helyszínen megfelelő internet hozzáférés? Ez a második kérdés, ugye, mert az első az, hogy van egyáltalán olyan számítógép, ami képes erre a gyors adat továbbításra, szélesebbre. Én először azt kérdezem, hogy megvan-e a megfelelő szoftver, és utána megvan-e a megfelelő hardver. Az volt a harmadik, hogy a szoftver is készül, talán néhány kórház körzetében már próbálják és tesztelik, de az, hogy novemberben itt van azért 5 hónap vagy 4 hónap múlva, ez országosan bevezetésre kerüljön, és ne legyenek hibák, ugyanis ez az a rendszer, ahol nem engedhető meg egyetlen egy vessző, egyetlen egy pont, egyetlen egy space szünet hiba, mert abban a pillanatban az dózist jelenthet egy beteg számára. Tehát azért ezt végig kéne gondolni. Ki kéne képezni az asszisztenseket erre? Ennek a használatára. Ennek akkor tulajdonképpen egy zárt körű rendszerbe kéne, ami el van különítve minden egyéb internet szolgáltatótól. Azt hiszem, a mai technika mellett ez már megvalósítható lenne mondjuk városokban, de egy olyan helyen, ahol a gépkocsiból sincs térerő, mert egyszerűen tudom, hogy onnan attól a kilométertől addig nem tudok telefonálni nyugodtan, mert meg fog szakadni. Most ugyanez vonatkozhat a mobil internetre, mert nagyon sok helyen nincs kiépítve a kábeles vagy a szélesávú vezetékes. És mondom, tehát adatbiztonságból még nem nagyon hallottunk. Alexin Zoltán erről rengeteget tudna beszélni, szegedi informatikus, aki tényleg ezzel foglalkozik, és egyetlen egy beadványára egyetlen egy sor választ nem kapott, mert biztos, hogy közzétette volna, mert tényleg ezek fontos dolgok. Nincs fölkészítve a hardware, nincs fölkészítve a szoftver, és nincs fölkészítve se az ellátó személyzet, se a beteg. Tehát én úgy gondolom, hogy... Ezt akkor nem lehet bevezetni? Én be fogják vezetni, és tulajdonképpen már 10 éve kellett volna vezetni, de a recepteknél nagyobb gondot jelent egyébként az, hogy a beutalók, a leletek hogy jutnak el az orvoshoz, illetve ahhoz, aki ebből a leletből döntést kell, hogy én hozzon. Én minap egy kórházban voltam interjút készíteni, az amerikai úti zsidó szeretett kórházban, ahol... meglepetéssel konstatáltam, hogy a röntgenben ma már nem készítenek filmet, hanem egyenesen a komputerbe megy, és a röntgenorvos nem ott áll, és, hanem számítógépén kinyitja, és hogyha konzultálni akar, akkor elküldi Jeruzsálembe, New Yorkba, megbeszélik, és utána elküldi az osztályos orvosnak. Ez egy képalkotásnál, ahol készül kép, tehát röntgen, CT, MRI. A labor eredményeket is van ott már. Ott is készül egy lelet. De egy ultrahang, egy hasi ultrahang, egy pajzsmirigy ultrahang, egy Doppler vizsgálat, egy szív ultrahang leletet csak ott és akkor lehet leletezni, amikor és aki csinálja. Ugyanis ha lát valamit, akkor tovább megy, tovább tolja. Tovább keresi. Keresi egy másik frekvenciát. Tehát finomítja, tehát vannak olyan vizsgálatok, amik gyakorlatilag nagyon jól paraméterezhetők, eltárolhatók, elküldhetők és máshol leletezhetők, és vannak olyanok, amiket csak ott, csak akkor. Ha belenéz ezek a szemfenekérve valakinek, vagy meghallgatom a szívhangját, föl lehet ezt venni, meg lehet digitalizálni, de hogyha baj van, és mondjuk egy óra múlva diagnosztizálja valaki mondjuk Indiában, akkor utána szólnak a betegnek, hogy jöjjön vissza, mert egy kicsit arrébb is kellene menni, és ott is meg kellene nézni. Hát klasszikus dolog, hogy hányan kaptunk még annak idején behívót, és ilyen nagyon fura képzeteket keltett a tüdőszűrő, hogy jöjjön vissza a saját érdekébe. Mindenki a rákra is egyebekre gondolt, hogy arról volt szó, hátra. Hogy egy borda rávetült valamire, és ezt újra meg kellett nézni. Egy percünk maradt hátra. Mi a megoldás? Veszélyes most bevezetni? Kellőképpen föl vagyunk a készülve, vagy 2 percenként fog a telefon csöngni a patikustól önhöz, hogy... Nem fogom tudni fölvenni, mert én is küszködni fogok. Itt eleve 3-3,5 milliárd forint kellene a hardware egy fejlesztésre. Egy káosz lesz, nem tudom, de nem látom a költségvetésbe például arra ki a szándékot. Hibás?
mindig van egy egészségügyért felelős minisztérium vagy államtitkár. Őneki kéne fölfogni, hogy itt már elment ez a hajó, vagy ha nem ment el, akkor nagyon gyorsan itt nyáron képezni kell, fejleszteni kell, oda kell adni a pénzt, mert az nagyon... És megint vannak az ennek lesz... jelei? Látja, hogy... Én nem látom, nyilatkozatok vannak, győzelmi jelentések vannak, ez vagy azt jelenti, hogy minden rendben van, csak még nem tudunk róla, vagy pedig ők föl se fogták, hogy milyen probléma és van. És mit fog az együtt tenni ezért, azon kívül, hogy maximum megpróbál bejutni a parlamentbe? Van egy tehetséges egészségügy politikus, aki elmegy és megmondja mindenhol, ahol hagyják, hogy elmondja, hogy ezt át kéne gondolni, és le kéne ülni a szakmával tárgyalni, ami egyébként most már 8. éve nincs. Mi maximumot megtettük azért, hogy elmondhassa. Kedves nézőim, az elmúlt negyed órában dr. Komáromi Zoltán az Együtt egészségügyi szakpolitikusa, egy ma is élő és működő házi orvos, majdnem azt mondtam, hogy körzeti orvos, egy házi orvos, aki továbbra is még egy jó pár hónapig kézzel írja, illetve a kompjúterén megírja a recepteket, de kinyomtatja és kézbe adja, és lehet, hogy a patikus így is telefonál, hogy pontosítson. Ez amennyi belefért mai adásunkba. Köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt. Köszönöm a meghívást. És perceken belül, mint ahogy láthatják már a lobbingba, érkezik Kabai Tibor, a nyugdíjasok pártjának elnöke. Vele arról fogunk beszélgetni, hogy mi is ez a nyugdíjas szövetkezet, érdemes-e nyugdíjasnak lenni és tovább dolgozni, avagy sem. Tartsanak velünk továbbra is.